mai közel 24 percben három beteggel találkozik Varga Gábor hatóanyagkutató. Többek között a hólyagdaganat, a krónikus izületi gyulladás és a műtét utáni sebgyógyulás nehézségeivel foglalkozunk. Orvos szakértőnk segítségével megpróbáljuk feltárni ezen betegségek miben létét, kiváltó okait, és meghallgatjuk, hogyan küzdenek ellene sikeresen adásunk hősei. Hódmezővásárhely az ország második legnagyobb közigazgatási területével rendelkező városa. Napjainkban a délalföldi régió jelentős gazdasági, kulturális és művészeti központja. A mintegy 48 ezer hektáron elterülő városban közel 50 ezeren élnek. Ide született Imre bácsi is 79 évvel ezelőtt, és azóta is hűséges lakója a városnak. Feleségével immár 54 éve él boldog házasságban, egy fia és két unokája született. Gépésztechnikumot végzett, és a közúti javítóüzem vezetői székéből megy nyugdíjba. A kertészkedést és a nyugodt családi életet 75 éves korában zavarta meg betegsége. Erről az időszakról és a gyógyulásról mesél most nekünk. Köszönöm a meghívását, és örülök, hogy találkozhatunk itt a főtéren. Megtudtam öntől, hogy régóta küzd már a betegségével, 2012 óta. Hogyan ismerte fel, hogy beteg? Úgy, hogy hólyagdaganatom volt, és az elfakadt és véres vizelettel jelentkezett. A húgyhólyag feladata, hogy a szervezetben a vesék által folyamatosan termelődő vizeletet tárolja, majd időről időre megfelelő körülmények között kiürítse. A húgyhólyag falát rugalmas izomszövet alkotja, amelynek belső felszínét egy speciális hámsejtekből álló vízhatlan nyárkahártya borítja, amely megakadályozza, hogy a vizelet áthatoljon a hólyag falán. A külső vaskos izomréteg és a belső nyálkahártya között helyezkedik el egy erekben és idegekben gazdag, vékonyabb réteg, a lamina propria. Mit csinált? Hova fordult? Elmentem a doktorhoz. Konkrétan, mert előtte két évvel prosztataműtéten volt, és ismerős voltam már a témában, hogy a Szentesi Kórházban végzik ezeket, és átmentem azonnal a Szentesi Kórházba, a sürgősségi osztályra. Ott megvizsgáltak, kivizsgálást kaptam, és küldtek az urológiára, ahol a műtétet végzik. A szövettan rossz indulatú daganatot állapított meg. A húgyhólyag rossz indulatú daganatai 90-95%-ban a belső nyálkahártya sejtjeiből indulnak ki. Nem közismert, de nagyon fontos tény, hogy a húgyhólyag daganat kialakulásának legfontosabb kockázati tényezője a dohányzás. További kockázati tényező a különféle rákkeltő anyagokkal való tartós érintkezés, mint például egyes festékek, higítók, oldószerek. Szegedre beküldtek a klinikára, végeztek egy izotóp vizsgálatot, csontizotóp, ezek mind negatív eredmények voltak, tehát csak helyi jellegű volt a rossz indulatú meghatározás a daganatnál. Kemoterápiát kaptam rá, amit úgy éreztem a végén, hogy nem hatásos, és be is bizonyodott. Milyen mellékhatásai voltak, amit érzett? A fáradtság és a gyöngeség. És rossz közérzet. Aludni nem tudtam, étvágya nem volt az embernek, és ilyen rossz közérzetök jöttek, és ezt a kezelőorvosom meg is mondta, hogy ez sajnos, ez orvosilag tudva van, hogy ez annak az eredménye. A kemo előtt még nem szedte a gyógygombákat akkor? A kemo előtt a gyógygombát nem szedtem, tudtam róla, hogy létezik, valahogy könnyen hagytam. Amikor a kemoterápia kezdett probléma lenni, saját felelősségemre betiltottam, hogy nem adhatják. És onnantól kezdve én a gyógygombát szedem, alkalmazom, azóta én 2012. 5. hó 29-ei naptól kezdve én ezt folyamatosan azóta minden nap szedem. És ismer másokat, akik gyógygombát szedtek és beszélgetett velük, vagy önnek javasolták? Igen. Kórházban találkoztam egy idősebb bácsival, ő mondta, hogy szedi, és nagyon dicsérte, és akkor kezdett engem érdekelni. És amikor elkezdte szedni a gyógygombát, akkor mi változott, mit vett észre? Közérzetjavulás, alvásjavulás, fizikai erő egy kicsit erősebb lett, visszajött. Hát legalább 25-20-30 percet tudok dolgozni folyamatosan most, ahhoz viszonyítva, hogy először, amikor a kemoterápiát kaptam, 4-5 perc alatt kész voltam, le kellett állni, mert nem bírtam tovább.
fél évvel korábban a orvosi vizsgálatoknak az eredménye teljes negatív eredményt mutatott. Jelentős agresszió. Megszűnt a daganatom, nyirokmirigy dúzanat volt 12 milliméteres nyirokmirigy, és mellette több számtalan kisebb, és áttételt mutattuk ki az előző vizsgálatba, és ez most a fél évvel ezelőtti vizsgálatnál mind megszűnt. Mit szóltak az orvosok, amikor látták, hogy javult? Csodálkoztak rajta, hogy hogy lehet. Mondták, mitől lehet? Mondták ezt? Mondták is, meg egy vizsgálatban van benne, hogy a kemoterápia eredményeként ez az eredmény. Az nem valós már, mert akkor, amikor azt leírták, a kemoterápiát már több mint egy fél évvel azelőtt nem kaptam, csak a gyógygombát fogyasztottam, és az a fél éves, csak egy oldalú használat a gyógygombára, az mutatta meg az igazi eredményt. Köszönöm, hogy elmondta nekem a történetét. Nagyon szívesen, már mindenkinek át tudnám mondani, hogy csinálja így, ezek szerint éljenek és kezeljék, fogyasszák a gyógygombát. A hólyag daganat leggyakoribb tünete a véres vizeletürítés. Korai daganatnál vagy kisebb vérmennyiség esetén a vérvizelés a vizelet színét nem festi pirosra, a vér szabad szemmel nem látható, csak laboratóriumi vizsgálattal mutatható ki. A vérzés gyakran nem jár fájdalommal, és csak időszakonként észlelhető, ezért a beteg tévesen azt gondolhatja, hogy már nem is kell orvoshoz fordulnia. A kis mennyiségű, úgynevezett mikroszkópikus, vagy a szabad szemmel is látható makroszkópos vérvizelés mellett előfordulhatnak irritációs tünetek is, mint például a gyakori kis mennyiségű vizelés, a fájdalmas vizeletürítés, vagy a sürgető vizelési inger. 70-80 év felett a hagyományos kemo és sugárterápiának a mellékhatásai jóval súlyosabbak lehetnek, mint fiatalabb életkorban. Ezért a gyógygomba és apigenin kivonatok alkalmazásának rendkívül nagy a jelentősége a mellékhatások csökkentése szempontjából. A mellékhatások miatt nagyon gyakran az orvosok nem is alkalmazzák a hagyományos gyógyszeres kezeléseket. Ezekben az esetekben a gyógygomba és apigenin kivonatok önmagukban is alkalmazhatók. A húgyhólyagrák gyakran újra kiújuló tumortípus, ezért nagyon következetesnek kell lennünk a különböző kezelések tekintetében. Tehát az alternatív terápiákat sokszor érdemes a megelőzés, illetve a tumor kiújulásának elkerülése okán rendszeresen alkalmazni. Ilona áruforgalmi előadó volt, mielőtt leszázalékolták. 22 évig munkaképtelenségre kárhoztatott egy megfoghatatlan betegség következtében. Két fia született, de a boldog anyaság éveit keserű, kibírhatatlan fájdalommal küzdötte végig. Lakásán fogadta stábunkat, hogy elmesélje, mi mindent élt át az eltelt évek alatt. Köszönjük szépen Ilonának, hogy megosztja velünk hosszú betegsége történetét, ami biztos, hogy nem minden nap, és nagyon kevesen éltek át olyan sok betegséggel kapcsolatos szenvedést, mint amit ön átélt. Mikor kezdődtek a problémái? Először az első gyerekszülés után. A szülés közben problémák adottak, jött a második gyerek, elég hamar, és gyakorlatilag a csontozatom hát nem követte azt, amit kellett volna egy normális esetben. Egyik orvos küldött a másikhoz, mert tényleg ez volt. Ez 32 évvel ezelőtt volt, ugye? Hát ez 37. 37 évvel ezelőtt volt, igen. És 32 évvel ezelőtt derült ki, amikor már olyan állapotban voltam, hogy hát ágyba fekvő pelenkás beteg, akkor derült ki, hogy ez annak a folyamodványa. Ez tönkrement az örökös gyulladástól. A fejlett országokban a felnőtt lakosságot érintő mozgáskorlátozottság hátterében a legnagyobb arányban a krónikus ízületi gyulladásos megbetegedések állnak. A betegség fő tünetei a fájdalom, az ízületi duzzanatok és az érintett ízületek mozgásainak a beszűkülése. A statisztikai adatok szerint a krónikus ízületi gyulladásban szenvedő betegek legalább felének más, szintén krónikus betegsége is van, mint például szív- és érrendszeri betegségek, anyagcsere vagy depressziós betegségek. Az ízületi gyulladás miatt fennálló folyamatos fájdalom elviselése, amellett, hogy jelentős pszichés terhet ró a betegre, a kényszerű mozgásszegény életmód kialakulása miatt hátrányosan befolyásolja az egyéb fennálló krónikus betegségek kezelését is.
Tehát egy örökös gyulladásban volt a szervezete éveken keresztül? És ezt meg is állapították, hogy gyulladás van, kóborol, mert ilyen a fájdalmak is vándoroltak. Tehát hasam fájt, a lábam fájt, a fenekem fájt, és mindig máshol. Tehát volt egy vándorló gyulladás, és ezért nem tudták azonosítani, hogy melyik szerv beteg? Nem, mert mindig, mikor már annyira rosszul voltam, hogy már a mentő vitt el, addigra már az ott lezajlott, már máshol volt. Tehát engem egy belgyógyászati kivizsgálásban kaptam egy olyan leletet, hogy nincs semmi baj. Viszont két év múlva mégis minden ott volt begyulladva. De akkor meg egy másik orvos vizsgált, mondjuk épp az idegsebész. És milyen hosszú ideig élt ezekkel a súlyos fájdalmakkal? Eleinte ritkában jelentkezett, 2-3 év is eltelt, de amikor volt, akkor az egy 3-4 hónapos lezajlás volt. És akkor megint 2-3 évig nem mondhatnám, hogy nem fájt, vagy nem volt, de el lehetett viselni, szóval el lehetett éldegélni. 10 évvel, mert 94-ben kezdődött, amikor már nem voltak szünetek. Tehát egy-két hónap esetleg, egy-két hét, és aztán folyamatos lett. És akkor, amikor folyamatosak lettek a fájdalmai, akkor nyilván ez nagy lelki stresszet jelentett önnek? Mint utólag kiderült, annyira depressziós voltam, csak ugye a depressziós nem ismeri depressziós, tehát én sem ismertem, én azt mondtam, hogy én ezt csinálom és viselem, de annyira a szakadék alján voltam, hogy igazából már az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejembe, csak hogy megszabaduljak a fájdalomtól. Régi tapasztalat, hogy a krónikus ízületi gyulladásos betegségek kialakulását könnyebb megelőzni, mint a fennálló betegséget gyógyítani. A kezelés célja a fájdalom és a gyulladás csökkentése, az ízületi károsodások kialakulásának megelőzése vagy lassítása és az életminőség javítása. A kezeléshez alkalmazható számos készítmény között találunk fájdalomcsillapítókat, nem szteroid gyulladás csökkentőket, reuma ellenes és biológiai szereket is. A gyógyszerek, amelyekkel a betegség progresszióját, előrehaladását lassíthatjuk, komoly mellékhatásokkal bírnak, ezért nagyon fontos a betegek szoros orvosi ellenőrzése. Tekintettel a betegség számos változatára, az elfogadható és hatékony gyógyszeres kezelés megtalálása rendszerint elhúzódó és néha vakvágányokon keresztül vezető folyamat, amelynek része lehet az alternatív terápiák kipróbálása is. Szóval kereste az okokat továbbra, és akkor az alternatív gyógyászat felé fordult, és akkor egy idő után tudomást szerzett a gyógygombákról. És igen, megjelent a gyógygombákról egy cikk, elolvastam, és akkor ezerrel elkezdtem én azután kutatni és járni, és ott megtaláltam egy olyan orvost, aki már a gyógygombákkal gyógyít, tehát nem a hagyományos gyógyszerekkel, és akkor ő vele tartottam a kapcsolatot, ő hozta nekem először ezeket a gyógygombákat. És milyen állapotban volt akkor, amikor a gyógygomb megfelé forulta? Tehát emlékszik arra? Hát emlékszem rá. Akkor pont nem volt a gerincemmel baj, akkor az egész emésztőrendszerem innentől idáig mindenem gyulladásban volt. A mirigyektől kezdve mindenem gyulladásban volt. És akkor erről volt is leletem. Találkozott a gyógygombákkal? Rövid idő alatt. Elmúltak azok a iszonyatos fájdalmaim, hogy olyan fájdalma volt, hogy elájultam tőle egyszerűen. Elmúltak ezek a görcsök, a rohamok. 3 hónap múlva megint megcsinálták az ultrahangot. Akkor már csak itt-ott volt gyulladás a beleimen. A krónikus ízületi gyulladás kezelésének elengedhetetlen feltétele a beteg részéről az életmódváltás, a súlyfelesleg leadása, az egészséges étkezés bevezetése, a pszichés stressz megfelelő oldásának begyakorlása és a fájdalom küszöb eléréséig tartó rendszeres testmozgás, gyógytorna. És hallottam, hogy a családjának is sokat köszönhet, hiszen ön mellett voltak a nehéz időszakokban. Hát végig kitartottak, igen. Nagyon köszönöm is nekik, igen. Szóval igen, 2 fiam van, meg a férjem, hát most tudom csak, amikor már nem vagyok benne, és kijöttem, amíg az ember benne van, nem is gondoltam, hogy nekik is milyen szörnyű volt. Magamnak, a családnak és a gyógyombának köszönöm, hogy ebből így kimásztam. József 61 éves nyugdíjas. Kalandos életet élt,
Sok mindennel foglalkozott. Volt karbantartó, repülőgépszerelő. Hobbija a kertészkedés. Egy gyümölcsös kertje van. 32 éve házas. 58 évesen kezdődött kálváriája. Egy múlni nem akaró csuklással. Gáborral a festői szépségű Dunaparton találkozott. Köszönöm szépen, hogy elmesélte a történetét. Hogyan kezdődött az egész? Milyen tünetek voltak, amikor úgy érezted, hogy valami nincs rendben? 2011 októberében, hogy állandóan csuklottam. Többször voltam a kórházban. A csuklást valamennyire tudták mérsékelni, de megállítani nem tudták. 2012. januárjában akkor tudtak CT vizsgálatot kérni a kórháza részemre. Utána megcsináltak egy vastagbőrtükrözést. 24-én azt hiszem akkor volt az első műtét. 4 nap múlva ebbe a zsákba, amiben azért van bent, hogyha esetleg nem gyógyul, akkor a levegő, ami szellőként menne el az embertől, ebbe a zsákba megy bele. A főorvosasszony, ő volt ügyeletbe, aki műtött engem, mert meglátta, hogy föl van fújódva a zsák, akkor azonnal vittek a műtőbe, és akkor megműtöttek. Itt újból szétszették, a belet szétválasztották, és akkor itt volt a stóma. És azt mondták, hogy még nem tudják megmondani, mikor mehetek haza. Mennyi ideig feküdt? Összesen 40 napig. És 40 napig nem gyógyult a sebe? 30 napig nem gyógyult a sebem. Akkora jött én nekem ezbe, hogy megpróbálom ezt a gyógygombát. 34 nap után elkezdett gyógyulni, és egy hét múlva már hazaengedtek. És mikor kezdte szedni a gyógygombákat? Február 20-án kerültem be először a kórházba, és ez március 19-én kezdtem el szedni. Tehát 29 nap után kezd, 30 nap után kezdtem el szedni. Akkor kezdtem el szedni a gyógygombákat. És akkor elkezdett... És 4 nap múlva, ugye minden nap kötözte a főorvosasszony, meg hát a kötözős is, aki ha elázott a kötés, akkor jöttek és kötözték. Mert ugye annyi volt, annyira levezett ilyen váladék jött, hogy volt, mikor többször át kellett kötni egy nap. És 4 nap után nagy csoda, jött a főorvosasszony reggel, levette a kötést, azt mondja, na most már meg tudom mondani, mikor mehet haza. Egy hét múlva hazengedem, elkezdett gyógyulni a sebe. Uh-huh. Én nem szóltam semmit se, mert hát csak csendben voltam. A normál sebgyógyulásnak 4 egymást követő fázisát különíthetjük el. A sebzés bekövetkezte után szervezetünknek első lépésben a sebszéleken meginduló vérzést kell csillapítania. A vérzés csillapítás érdekében a sérült erek azonnal összeszűkülnek, bennük a véráramlás sebessége lecsökken, és megkezdődik a vérrögképződés, amely eldugaszolja az erek sérüléseit, hogy megakadályozza a vér további kijutását az erekből. Második lépésben a vérrögből és a sérült szövetekből felszabaduló gyulladáskeltő anyagok hatására helyi gyulladás alakul ki. A gyulladás következtében különféle fajtájú és működésű fehérvérsejtek jelennek meg a seb körül, amelyek a megsérült, életképtelen sejteket lebontják, és a keletkezett sejttörmelékeket az esetlegesen a sebbe jutott idegen anyagokkal együtt bekebelezik és eltávolítják a gyulladás helyszínéről. Amint a fehérvérsejtek elvégezték a sérült terület sejtszintű megtisztítását, megszűnik a gyulladás, és megindul a sebgyógyulás harmadik fázisa, a hegszövet gyors felépítésének a fázisa. Ennek a fázisnak a végére a seb makroszkóposan, szemmel láthatólag már begyógyul, de a seb helyén még vaskos hegszövet található. A sebgyógyulás negyedik, utolsó fázisában a hegszövet lassan átépül, és az érintett terület egyre inkább hasonló lesz az eredeti szövet szerkezetéhez. Ez az úgynevezett újraépülő fázis akár évekig is eltarthat, de ebben a fázisban a szervezet normál működése már zavartalanul helyreállt. Tehát akkor arról van szó, hogy volt egy vastagbéldaganata, azt megműtötték, rosszindulatú vastagbél, azt megműtötték, és utána a sebei, a műtét utáni sebei nem gyógyultak, és nem tudták kiengedni egy hónapon keresztül a kórházból, mert egy hónapon keresztül sem gyógyultak a sebei. Nem gyógyultak egy hónapon keresztül se, csak akkor, amikor elkezdtem szedni a gyógygombákat, utána 4 nap múlva elkezdett gyógyulni. Amikor a kórházban én kijöttem, 62 kiló voltam,
Hát azóta most 92 kiló, 94 kiló, 32 kilót szedtem össze, évente 10-11 kilót. Egy másfél-két hónap, amikor csináltak laboratóriumi vizsgálatot, már akkor azt mutatta, hogy gyógyulok. Mondta a doktornő, hogy úgy látom, hogy maga gyógyulásnak indult. És akkor, mikor visszakötötték nekem a bélfolytonosságot, akkor elküldtek onkológushoz. Ő elküldött engemet CT-re, mellkasröntgenre, meg vérvételre, és minden eredményem elfogadható volt, tehát azt bizonyította, hogy nekem már nem kell kemoterápiás kezelés. Mondta is azt, hogy maga már meg van gyógyulva, azt mondja, magának már nem adunk kemoterápiás kezelést, mert meg van gyógyulva. És nem csodálkozott az orvos? Hát nem tudta, hogy mitől gyógyultam meg, hát mondtam neki, hogy nagyon örülök neki, mert mondom, a jó eredmény az mindig jó eredmény volt még az iskolában is, mikor ötöst kaptunk. Nem még ilyen esetben, mikor ilyen betegségben szenved az ember, és akkor már 7-8 hónap múlva azt mondják, hogy már meg van gyógyulva. Még arra várok, hogy megmítsenek. Tehát a hasfal sérvem, az itt van valahol. Itt van a hasfalam, meg itt. Tehát ezt, hogy ezt összehúzzák. Most haskötő fogja a hasamat, mert itt egy vékony kis hús, ami van, meg bőr, az fogja nekem most a beleimet. A nehezen gyógyuló sebek hátterében többféle tényező is meghúzódhat. Az életkor előre haladtával krónikus betegségek fennállása esetén és bizonyos gyógyszerek szedése mellett gyakrabban fordul elő elhúzódó sebgyógyulás. A legtöbb esetben cukorbetegség, érrendszeri betegségek és fertőzések nehezítik meg a sebek begyógyulását. A helyi gyulladás kialakulása fontos része a sebgyógyulásnak, de ha a gyulladás nem szűnik meg időben, akkor a folyamat nem tud átlépni a következő hegszövet felépítő fázisba. A gyulladást fenntartó tényező között elsősorban a seb kórokozókkal való szennyeződésével kell számolnunk. Az elhúzódó sebgyógyulás rendkívül megterhelő a betegnek, és nagyon nehéz és költséges feladat elé állítja az egészségügyi ellátórendszert is. A vérnyomás is magas volt előtte? Magas volt a vérnyomásom is, és most már 2 éve nem szedek vérnyomást csak. Mióta gyógygombákat alkalmazom? Mióta gyógygombákat szedem. Voltam csontitkulás mérésem, mert nekem csontitkulásom volt. Arra szedtem én gyógyszereket időnként, amikor, mert nem lehetett azt folyamatosan szedni, utána elmentem a reumatológiára, és a reumatológus megnézte az eredményt, azt mondta, hogy nem rossz. Ez volt a válasz. A gyógygombák a szervezet regenerációs készségét erősítik. A szervezetünket helyreállító őssejteket szaporítják, és azok minőségét javítják. Az idősödő embereknél ezeknek az őssejteknek az állapota erősen romolhat, aminek következtében a legkülönbözőbb betegségek alakulhatnak ki. A gyógygombák, illetve az apigenin képesek az őssejtjeink állapotát javítani, és ennek köszönhetjük, hogy nagyon sok betegségnél tapasztalható a tünetek enyhülése, egyes esetekben a teljes gyógyulás.